Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Poliszka Fesztivál Pakson. 5. alkalommal került megrendezésre az esemény. 14 éve alakultak. A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületénél jártunk. 35. Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivál. A fiatal majosi tehetségek előadását nézzük meg. Több év kihagyás után ismét megtartották a Puliszka Fesztivált Pakson. Különböző puliszkához köthető ételeket kóstolhattak meg a kilátogatók. A szervezők emellett sokféle kísérőprogramokkal is készültek. 5. Paksi Puliszka Fesztivál. Az eseményre számos székely csoport ellátogatott. Adásunkban a székely ételeket mutatjuk most be nézőinknek. Hát maga a puliszkára azt kell tudni, kukoricadara, és gyerekkorunkban ez ugyanaz volt, mint Magyarországon a kenyér. Tehát mindenhez majdnem puliszkát ettünk, mert az volt adott, egyszerű és nagyszerű étel, egészséges étel. És akkor mivel ebbe a cipőbe jártunk, úgymond mindenki, aki Erdélybe elszármazottak vagyunk, ezért úgy gondoltuk, hogy akkor ez legyen a Puliszka Fesztivál, ami összefogja ezt a rendezvényt. És akkor így gondoltuk, hogy a szövetség, két nagy szövetség van az országban, az egyik az Erdély Körök Országos Szövetsége, a másik a Bukovinai Székely Szövetség. Mind a kettőnek tagjai vagyunk, egyesületünk, sőt az Erdély Körök Országos Szövetségének vezetőségi tagja is vagyok, közel 20 éve. És akkor úgy gondoltuk, hogy ez legyen egy kicsit úgy, hogy mindenhonnan az ország területéről, valamint a határon túli magyarságot kicsit megmozgatva, ezzel össze tudjuk fogni, össze tudjuk tartani ezt a rendezvényt. És akkor így indult el ez a Puliszka Fesztivál. Az, hogy Puliszka Fesztivál, ez valójában azt mondjuk, hogy ez csak egy irány, viszont mindenféle puliszkás ételeket lehet itt kóstolni, tehát nem csak puliszka van, hanem ami puliszkához köthető. Tehát itt az erdélyi tokánytól, ami hasonlít a pörkölthöz egy picit, de nem is pörkölt. A sajtos tallér, ami kukoricadarából készül, a túrógombóc, a túrós puliszka, lekváros puliszka, szilvár lekváros, aztán szalonnás, sajtos puliszka, bálmos, ami egy kicsit édes kés puliszka, sütemények készülnek belőle. Padlizsánkrém, ami erdélyi recept alapján készült, majonézzel készül, hagymával, sóbors, túrógombóc készült, fahéjas túrógombóc, meg van zakuszkánk, ami ugyanúgy otthon készült, padlizsám, pritamin paprika, paradicsom, olaj, hagyma és fűszerek. Ezt egyébként általában vagy otthon termesztük, vagy ha nem piacról szoktuk megvenni, nagy mennyiségbe, és üstbe szoktuk elkészíteni kint, nagy mennyiségbe. A padlizsán krémet, azt általában egyébként otthon szoktuk készíteni a majonézt, ami olajból, tojássárgából készül, de mi most azért nem akarunk annyira, mindig megpróbálunk újítani rajta, hogy minél kevesebb olajat, minél kevesebb olyan dolgot, ami azért tudjuk, hogy nem olyan egészséges, úgyhogy ez miatt próbálunk változtatni rajta. Bálmost készítettem, hoztam, hogy a paksiak is ismerik ezt a finomságot. Savóval készül, vajjal, só, kukoricadara. Tokányol meg sült hagyma, sült szalonna, meg jútorok. 1400-as, 1500-as évekből van ez a recept. Hegyekből hoztam le, Besztercei hegyekből, én kolozsvári vagyok, és úgy gondoltam, hogy megismertettem a paksiakkal is a régi recepteket. Mi
Erdélyből elszármazott magyarok klubjának a tagjai vagyunk. Mindannyian, akik a klubban vagyunk, tisztelt a kivételnek, van egy-kettő, aki beszármazott, de mindenki Erdélyből származik, különböző helyekről Erdélynek, legtöbbünk Maros megyéből, Marosvásárhelyről és környékéről. És ugye ezt a klubot úgy alapítottam, én magam alapítottam, és hát a honvágy késztetett arra, hogy valami olyat találjak ki, ami hiányzik. És akkor összegyűjtöttem. Most már 16 ezeren vagyunk ebben a klubban. Hát ez a mag, aki itt van, és akkor eljöttünk egy kicsit a Puliszka Fesztiválra. A Puliszka az kedvenc eledelünk. Azt mondják román eledel, de nem osztom teljesen ezt a véleményt, ugyanis én néztem utána a történelembe, és azt mondják, hogy nagyon régen a székelyek ezt már használták, a puliszkát. Amit mi főztünk, készítettünk, kicsit mást akartunk, túros puliszkát szoktunk mindig otthon egyszer tejjel esszük a puliszkát, forró puliszka hideg tejjel, és utána túrós puliszka. Mi Erdélyben így szoktuk ezt meg. De ugye mi is kupálódunk, úgymondva erdélyesen, és láttuk, hogy van olyan lehetőség, hogy aki mondjuk lisztérzékeny, annak egy puliszka alapra helyezzük ezt a pizza feltétet, minden más olyan, mint az eredeti pizza, és akkor ugye ezt kell kicsit megsütni, rásütni. A barátnőm meg csinált egy tehéntúrós puliszkát, jó gazdagon ilyen szalonás, meg pirítós szalonással, meg joghurttal, ugye? Tejföllel van megdúsítva. Tehát ez a mai menő. Marhából és sertésből készül, fűszerezése kicsit intenzívebb, mint a csevapcsicsnak, és nagyon finom. Amellett van kis vékony kolbászunk, hasább burgonya, töltött káposzta, és egyéb finomságok elől a pulton. Mint székely, ja. Ez mint székely, minden csak onnan van, Gyergyó Szent Miklósról jön, meg sajtok vannak, vaj, paranica, püstölt sajtok, ezek vannak. Székely hagyományok, szokások, kultúrák. Szeretnék minél tovább megőrizni és átadni a jövő generációjának a szokásokat. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon lehessünk. Tamási Áron szavait idézve mondta el nekünk a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének elnöke, Szegedi Dezsőné, hogy hazaérkeztek a Tolnai Vármegye székhelyen, 2010-ben alakultak 18 taggal, azóta vezeti szívvel, lélekkel, töretlen lendülettel a szervezetet. Idősebb nyugdíjasok, hát akkor én még a középidő, tehát középkorú idősek nyugdíjasai alakítottuk ezt az egyesületet. Sajnos azóta már szinte a fél az alapító tagok fele már nincs közöttünk, de hát ez az idő múlásával ugye vele járó dolog. Végül is 2011. január 2-án érvény, akkor jogerősen hatályba lépett, hogy megalakultunk. És amikor ezt már elértük, akkor bementem a polgármester úrhoz, akkor a Horváth István volt a polgármester, és akkor mondom neki, hogy hát létrehoztuk, én személyesen őt már ismertem, és azt mondja, Emi néni, hol voltatok eddig? Mondom, föld alatti mozgalomban. Tehát így kezdődött az egyesületi munkánk, egyébként a polgármester is nagyon örült, és olyan szempontból én is úgy véltem, hogy értékelik, hogy létrejött egy Szekszárdon is egy ilyen székely, bukovinai székely identitású egyesület, mert új színvilágot hoztunk a kultúrába. Ugyanis megalakult az népdalkörünk, a Maroknyi Székely Népdalkör, ez lett a nevük, így szerepelnek. Ők, akik már több esetben aranyérdem oklevelet is tudtak szerezni, vagy kiváló arany kitüntetése is van, és ők nagyon lelkesen készülnek, feldolgozzák a bukovinai népdalokat, és a
Szabóni Gáncs Tünde, a művészeti vezetőjük, annak segítségével felkészíti az énekeseinket, ha kell olyan, hogy megjelenjen vagy szerepeljenek, és ezt követően nagyon sok városi rendezvényen is szerepeltek, külön, ha meghívást kaptak, akkor külön a társ egyesületeknél is felléptek, és amióta ugye tagjai lettünk a megalakulásunkat követően a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének tagjaként, és abban az esetben is nagyon sok fellépésre felkérték az egyesületünket. Rendszeresen ott vagyunk a Bukovinai Fesztiválon, ugye most augusztusban is voltunk, az énekeseink külön még szerepeltek is, meg mi fel is vonultunk. Most pedig készülünk a Szekszárdi Szüreti Fesztiválra, kaptunk egy felkérést, hogy mehetünk fel, vagy felkértek, hogy esetleg, ha lehet, akkor vonuljunk fel, és így körülbelül 35 fővel tudunk részt venni. Nagyon aktív a csapat. Attól függetlenül, hogy többségében nyugdíjasok vagyunk, és most már a legszebb korban is lettünk, már azóta, 2010 óta azért elég sok idő ment el, de olyan hatalmas dolgokat tudtunk létrehozni, és nem tudom, hogy valahogy akkora erővel indultunk, akkora elánnal, és én úgy valahogy bennem is akkora erő, vagy nem is tudom, akkora indítatás volt, hogy meg kell ezt és azt is valósítani, és létrehoztuk az emlékparkunkat 2013-ban. Az is egy nagy jelentős dolog volt a város életében, és nem beszélve különösen a mi életünkben, hogy hát, és ugye azzal kezdődött a dolog, hogy körülnéztünk, hogy minden településen, ahol székelyek vannak, van valami jellegzetes dolog, ami arra utal, hogy ott biztos vannak székelyek. Hát Szekszárdon még én amennyire ismerem a várost, nem láttam egy kopjafát se. És akkor eldöntöttük, hogy nekünk kéne egy kopjafa. De hát ugye mi olyan hívők vagyunk, mint székelyek, vallásos népcsoport, és hát gondoltuk, hogy hát jó, nem tudunk Csíksomlyóig menni, de nekünk így a hazai Csíksomlyónk a Márjagyőd. És elmentünk Márjagyődre azzal a kéréssel, hogy nekünk segítsen a Szűzanya, hogy legyen legalább egy kopjafánk. Jakobinyonó érsek volt a vendég pap, aki celebrálta a misét, és ő akkor felszólított minden megjelenőt, hogy mondja el, hogy ki miért jött a Szűzanyához. És akkor hát talán én lehet, hogy én voltam a legelső, mert én ezzel a tudatossággal mentem, és akkor azt mondtam, hogy én Szekszárdról jöttem, és én azért jöttem a Szűzanyához, nekünk legyen egy kopjafány. És a csoda, hát csoda nekem, igen, ez volt 2010 ősz, 12 ősz, ugye augusztusban van a Csíksomlyó, a Mária Gyudi búcsú, és a következő évben létrejött már az emlékparkunk. Hát talán egy szerencsés helyzetben is voltunk, mert sajnos már nincs közöttünk Sebestyén Gyula, akit én nagyon hiányolok, mert sok esetben megerősített mindenben, hogy Enzikém, csinál tovább, ne törődjél, bíd, szóval nagyon buzdított, és az ő támogatása, vagy jobban a társaságának a támogatása nagyon kellett ahhoz, hogy ezt az emlékparkot létre tudjuk hozni, de a tagjaink is hozzájárultak, hogy hát létrejöjjön, mert az megint csak úgy mondanám, hogy abban nem volt pályázati pénz, annyiban mégiscsak említeném a városi önkormányzatot, hogy a területet, és kaptunk a várostól egy tervrajzot, oda eredetileg egy park volt tervezve, és ezt megkaptuk, és azért is ilyen kör alakú az emlékparkunk, mert ez volt az alapterv, és ez nekünk nagyon is tetszett. Úgyhogy, és 5 kopjafát állítottunk az 5 bukovinai falu őseinek tiszteletére, a 6. pedig azt írtuk rá, hogy hazaértünk, és ez azt jelezte, az egy kicsit erősebb kopjafa, hogy na innentől már ne tovább. Ezzel zártuk azt a székelyeknek azt a vándor útjait, hogy Bukovinától Bácskáig, Zalába telelve, 45-ben hogy kerültünk ide,
és gyakorlatilag ezzel zártuk az a sorsunkat, hogy innen nem megyünk sehova. Úgyhogy itt gyökeret ereszettünk már Szekszárdon, mint székelyek is, igen. Pedig itt nem volt betelepítés ebbe a városba, de betelepültünk mi, a vidéki falvakból jöttünk be, munka, meg egyéb más vonatkozásába. Na hát így kezdődött az életünk. És akkor itt tehát múlt az idő, ez a Sebesény Gyula, akit szoktam emlegetni, az mindig azt mondta, Encikém, ne törődj, álmodj, merjünk nagyot álmodni. Itt a kapunál is elmondtam, és megkérdeztem tőle, hogy de Gyula, mi van akkor, hogyha egyszer felébredünk, akkor látod meg, hogy a csodád. És ez annyira bennem van, mert például ezt a házat is, hogy kaptunk kezdetben, az Elektrolit Kft-nél voltunk, ott minden alkalommal kaptunk egy termet, ahol mi havonta egyszer, vagy amikor aktuális volt, ott össze tudtunk jönni. De aztán mégis úgy alakult, hogy kezdtük kinőni, és kellene nekünk egy saját, amit be tudunk rendezni, vagy hát amit mindig tudunk használni. És akkor így volt ez a lehetőség, hogy ezt megmutatták ezt a házat, és amikor itt kinyitottam, a férfi tagjainkat hívtam el, hogy gyertek, nézzétek meg, hát két ember magasságú gaz volt itt, egy ilyen keskeny taposó útba lehetett jönni azért itt a házba, és kinyitottuk ezt a házat, és láttam, hogy borzasztó, hogy mi van itt, hát lomtár, mindenféle dolog, és mondtam, na ne azt nézzétek, amit láttok, hanem azt nézzétek, hogy mit lehet ebből kihozni. Volt egy olyan indítatás, hogy na, akinek valamilyen van otthon, akkor hozza el, és ami itt látható, ez mind Bukovinából eredő, Bukovinában használt kelmék, vagy szőtesek, mert a Lőrincetelt kértük meg, hogy segítsen, mert ő szakmabéli ebből a szempontból, hogy segítsen, hogy tényleg, hogy mondjam, élethű legyen, hogy valós olyan, hogy nem akartuk, és akkor ő így kiválogatta a behozott textíliákat, és akkor ezek a bukovinai termékek. Nekem szívbéli ügyem is volt, hogy legyen ez a székelykapu. Ez sikerült létrehozni, ez egy nagy durranásunk volt, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam, de ez is csak magánút. Valósult meg. Tagjaink van, éppen is itt van a Schmid Lajos, aki azt mondta, hogy na, ez nem lehet, hogy ne legyen nekünk székelykapu, és nagyon aktívan kézbe fogta a szervezést, mozgósított mindenkit, a tagjainkat, vállalkozók is támogattak, és idegenek már olyan értelemben nem tagok, nem egyesületi tagok, de nem is mindenki székely volt, de valahogy olyan jó hiszemben vették ezt a jelzést, hogy na hát nálunk létre akar jönni egy ilyen székely kapu, úgyhogy nekünk megint olyan nagy öröm volt, hogy ennyi ember támogatott. Voltunk Bukovinába. Például oda én a magam részéről, de nem csak én, a tagjaink egy-kettő elvitte az unokáit, és én azt érzem az unokáim részéről, hogy nagy élmény volt nekik, annyira nyomot hagyott az egész, mind az öt falut végigjártuk, tehát olyan tervünk volt, hogy Bukovinától a menekülés útvonalát végigjárjuk, tehát Madéfalváról indulva a Csángókhoz betérve, mert ott kellett meghúzódni egy pár évig, és hogy Bukovinában létrehozták az öt falut, és onnan Bácskába, hogy települtünk, szóval, és bácskai menekülés, szóval ez egy nagy élmény volt a gyerekeknek, és tehát ez is megvalósult. Akkor például hoztunk, vagy kiadtuk a Balladát éneklő című könyvünket, abba Bágyi Zsuzsanna, aki most sajnos már nem a tagunk, az volt a főszerkesztője, vagy aki kézbe vette az egész programot. Tagjaink lettek felkérve, hogy mindenki írja le, hogy azokat az élményeket, amit mi nem személyesen éltünk át, de amit mégis a szülőktől, nagyszülőktől hallottunk, és ezt a könyvet kiadtuk. Ez nekem egy akkora élmény volt, hogy engem megszédített, hogy ezt meg tudtuk valósítani, és akkor, hát mondom, megint egy álmom megvalósult, mert én ilyen valahogy már mondták is, hogy egy kicsit lassítani kéne nekem. Én már most már a 82. évemen túl vagyok, úgyhogy azért ezzel is számolni kell,
De valahogy mindig adódik olyan dolog, ami mégis rám mozdít valamire. Hát dolgozunk, nem kevés munkával jár. Én azt mondom, hogy így, mint vezető, vagy lehet, hogy én képzelem túl ezeket a dolgokat, szinte úgy mondanám, hogy egy egész embert igényel, és mi nyugdíjas tudom mondani, hogy így rá tudom szánni az időmet. És szeretném, hogy az utókor is ezt értékelje. De bízom abban, mert amikor az őseink, akik elindultak Madéfalváról, Bukovinán keresztül menekültek, azok se gondoltak arra, hogy vajon mi lesz-e utódlás, és azt hiszem lett, mert burjánzó módon, de a székely egyesületek megalakultak, és van egy nagyon jó mondás, hogy székely ember nem születik, csak székely ember tud lenni. Már tiszta vérű székely talán nincs is a földön, mert jó, a férjem is székely volt, a gyerekeim még székelyek, de az unokáim egy se székely, de én elmerem mondani, hogy tiszta székelyek. Mindegy, hogy milyen vér csurdolgál bennük, de székely gyerekek. A 35. bukovinai találkozások Nemzetközi Folkloror Fesztivál fellépői között szerepeltek a Majosi Kiszelke és Kisfecskék tánccsoport is. A Bonyhádon felállított színpadon a fiatal tehetségek produkciójára invitálom nézőinket. Thank you.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök Székely magazinunkat látták. Viszontlátásra!